Sziasztok! Végre újra tudunk fotózni a pandémia elmúltával. Egész évben online előadások voltak, de most kihasználjuk az ősznek a utolsó szép napjait, és már a harmadik alkalmunk van itt kint. Modellfotózást tartunk. A mai napon ellenfényben fotózunk. Ugye a nap a modell mögül világít, és egy hajfényt ad, és szemből pedig egy nagy 600 wattos kapuval derítjük az arcát. Nagyon jó, szépen haladunk, és hálásak vagyunk a Aura Egyesületnek, hogy lehetővé tette, hogy megint összejöjjünk. Nagyon örülök annak, hogy újra tudunk dolgozni, és ilyen klassz kis társaság jön össze minden egyes alkalommal. Nézzük meg, hogy mik történnek itt. Az operatőrünk be fogja mutatni itt a dolgokat részletesen, és majd a képeket is mellékelni fogom a videóhoz. Szia, Barni! Sziasztok! Hogy érzed magad itt ma? Nagyon jól érzem magad. Figyelj, hogy kezdődött neked ez az egész modellkedés? Ja, hát anyukám elkezdett fotózni, és én voltam a modellet, és megtetszett neki az emberi. Többször is voltál már? Igen, már háromszor voltam. És hogy érzed magad az autista srácokkal? Szuperül érzem magam, nagyon kedvesek és nagyon ügyesek. Nagyon klassz. Jössz máskor is? Igen. Nagyon szépen köszönjük, hogy jössz segíteni. Én köszönöm a hívást. Bocsikám, hogy érezted ma magad? Remekül. Ez egy új szint vitt most ebben a természetes vonalamba. Megismertem ezt, és remélhetőleg tudom hasznosítani ezt a hívást másik. És így nehezebb neked mondjuk emberfotózni, mint mondjuk természetet? Hát a természet ellentétben, hogy te megjárt az emberről beszélni, hogy ilyen pozícióval áll, ilyen szempontból előviszett. Másrészt viszont, amit mondtam korábban, nem tudod csak úgy oda menni emberekhez, és a beleegyezésüket kérni. Ehhez kéne egy ember, aki bemutat neki. Azt így nehezebb neked leszólítani valakit. Igen. Ugye? Aha. Meg azon kívül ez manapság nem is divatos. Egyre kevésbé lesz az. Abszolút megértelek. És van olyan téma, amit még szeretném megvalósítani az emberfotózáson belül? Valami különleges dolog esetleg, ami így... Különleges helyszínek, amik túrázást igényelnek. És mi a helyzet? A Spartacus ösvény. Benne az apátszkulti völgyük és picsekálunk a nagy. Nagyon érdekes. És esetleg megpróbálnál egyszer majd egy művészi a fotót is csinálni? Hát hogyha lehetőséget adsz rá. Szerintem mindennek eljön az ideje. Nagyon szépen köszönjük. Jó éreztet magad a fotót is, ugye? Sziasztok!